Szeretettel üdvözlök mindenkit innen a könyvsarokban. A mai alkalommal folytatjuk az előző, hát mondhatni Grecsó maratont, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, mert szintén ugye egy Grecsó könyvet hoztam bemutatásra, a Jelmezbál című novellás kötetet, talán lehet így nevezni, de mindjárt belemegyünk, hogy pontosan miről is van szó. Ugye az előző alkalommal már beszéltünk Grecsóról, tehát nem fogom újra bemutatni, és beszéltünk egy kicsit a Vera című regényéről is, ami összefügg a Jelmezbál című alkotásával. Vera az 2019-es, az 2016-os. A kettő közül, ha lehet ilyet már most mondani, akkor a Jelmezbál tetszett jobban, de megértem, hogy valakinek nem. Azért, mert sokkal komplexebb, és nagyon-nagyon kell figyelni, tehát nem inkább egy ilyen kicsit szórakoztatóbb, vagy lazább, vagy érzelmesebb, hanem inkább egy kicsit ilyen nyomozós, majdnem, hogy krimi jellegű könyv, de közben mégse az. Tehát ilyen nagyon vegyes, de majd mindjárt kibontom ezt a megfogalmazást. Tehát a Jelmezbál van a kezemben, szintén egy jellegzetesen Grecsó-féle borítóval, elképesztően szép és megint magával ragadja szerintem az embert, és ugye rengeteg fát is látunk, ami valamilyen szinten valószínűleg utal magára a könyvnek az összességére is, mert hogy az alcíme a Jelmezbálnak egy családregény mozaikjai, tehát valamiféle családregényt, valamiféle családfát fogunk majd szépen látni magunk előtt, ahogy olvassuk ezt a könyvet. Igazából 17 kisebb novellaszerű, vagy novellaszerűen megírt írás található benne. Mindenféleképpen sorrendben javaslom, hogy ugye olvassuk, mert ezek a kis novellák, vagy novellaszerű írások ugye összefüggenek egymással, tehát egy-egy szereplő fel fog majd bukkanni máshol is a kötet folyamán. Ilyen már egyébként volt, tehát a Szentesi Éva, hogyha emlékeznek, akkor a Szentesi Éva kötetben, a novellás kötetben, a Kardos Margit Disszidál méltán híres novellás kötetben, ott ugye pont erről volt szó, hogy szintén mondtam, hogy sorrendben kell olvasni, mert visszaköszönnek a szereplők, és nagyon-nagyon sok érdekes dolgot tudhatunk meg egy-egy szereplőről, és hát egész évben egyébként egy komplex dologról van szó. Na, a Grecsó Jelmezbál is ez a helyzet, tehát ezek a kis novellák önmagukban is tartalmasak, tehát van valamiféle plusz értékük, viszont hogyha összeolvassuk őket, akkor kirajzolódik egy annyira bonyolult sztori, hogy az elképesztő, hogyha fölmegyünk a netre és beírjuk ezt, hogy Jelmezbál, akkor rengeteg családfát láthatunk, tehát valaki neki állt, nem is valaki, nem nagyon-nagyon sokan, meg összeírni azt a fajta családfát, ami ezekből a sztoriból ki tud rajzolódni. Azért is, hogy ugye könnyedséget adjon a jövőbeli olvasónak, mert tényleg nagyon bonyolult. Én egyszer olvastam el, és most fogok másodjára neki futni, úgyhogy már tudom, hogy ki kicsoda, és úgyhogy már figyelem konkrétan a szereplőket, mert eléggé keszekusza. Tehát emiatt megértem azt, hogy valakinek nem annyira tetszik, és inkább ugye a Vera felé kacsingat, de szerintem érdemes, tehát az agyunkat mindenképpen megtornáztatja, és olyan dolgokra bukkanunk rá, ami egyébként egy elképesztő meglepetés is lehet az egyes történetekben. És ami miatt nekem nagyon tetszett, és ami miatt így javaslom, hogy először a Verát és aztán a Jelmezbált olvassuk, mert az a Vera, akit gyermekként a Vera című könyvben megismerünk, itt már felnőttként szerepel, és nagyon-nagyon sok mindenre választ kapunk, vagy több dologra választ kapunk vele kapcsolatban, amit mondjuk a sima Vera könyvben nem annyira ismertünk meg, tehát például az, hogy ő most egy örökbefogadott gyermeke, avagy mégsem, ugye a Vera könyvben azért ez egy elég fontos momentum. Itt a Jelmezbálban felnőttként megismerjük, és hát eléggé kicsit ilyen szomorkásabb hangvételű lesz egyébként a történet. Nagyon nyomasztó történetek is vannak, kisebb novellák benne, de összességében egy elképesztő írás. Igazából ami miatt nekem tetszett az, hogy tudott így összeállni a fejében ez az egész a szerzőnek, hiszen tényleg sokkal bonyolultabb, mint amire így elsőre gondolnánk. És mint mondtam, mindegyik kis novella önmagában is megállja a helyét, de érdemes figyelni, sőt, igazából érdemes már az elején is kiírni a szereplőket, mert nem is gondolnánk, hogy melyik szereplőnek milyen nagy hatása lesz egy másik novellában, tehát önmagában is jó, összességében is jó, komplexitásában is jó. Nekem mindenképpen egy pozitív könyv volt, ugye szintén megint a borító is nagyon jó, illetve a hozzá tartozó beltartalom is, úgyhogy én nagyon szeretettel javaslom mindenkinek ezt a könyvet, és a sorrend pedig Vera és a Jelmezbál. Egyébként pedig még vannak más novellás kötettek is, amikről most nem fogunk tudni beszélni. Ezt a két Grecsó könyvet viszont szeretettel és szívvel ajánlom.